kezdőrúgás, a mérkőzés elkezdődött, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy hátradőljünk, és élvezzük a futball 90 csodás percét. Ez egy profi átemelés. Müller. Kiváló átadás. Eddig reménytelen a támadók helyzete. Ez egy remek passz. Ez bizony gólhelyzet. Gól született. Bebizonyította, hogy nem csak a saját kapuja előtt állja meg a helyét. Valóban Pisti nem csak védekezni tud, az ellenfél kapujára is veszélyes. A labda most Klózénél. Kedira. Lássuk, ebből milyen kontraakció sül ki. Üres ember középű. Egy jó beállással nagyot lendíten az akción. Nagy harc a labdáért. Müller. Még a kellő időben jön az erősítés. Jó passz. Vajon mi lesz ebből? Rozettesen volt a bíró szerint. Egy ügyes passz. Jól csinálják, szent igaz. Dolgozik a védelem. Parker. És ott a gól helyzet. Figyelt a védelem, előretörése így sikertelennek bizonyult. Nem vitás, szöglet következik. A kapuvédő kirúgással hozza játékba a labdát. Lehet, hogy kapura lövi majd. Itt egy becsúszás. Hát ezt elkiabáltam, a támadás elhalt, az ellenfélé a labda. Ez be is mehetne. Ez egy döntetlent jelentő gól. Ez bizony rövidre sikeredett. Ez meg egy becsúszó szerelés. Kiváló átadás volt. A büntető területen belül a labda. Eltalálta a játékost a labda, aztán el is hagyta a pályát. Nyilvánvaló, ez szöglet lesz. Félelmetes helyzet lehetett ez a... Micsoda lehetőség! Nem kell a labda, megy az ellenfél érte. Megszerzi a labdát. Becsúszik egy becsúszás. Elmesz. Ha ez bejön, de nem jött be. Húzza meg! Ez zicser. Sikeres védés. Szöglet következik hamarosan. Így elbaltázni egy szögletrúgást. Szerintem ebből ellencsapás lesz. Már ment a labda középütt. Tette a dolgát profi módon. Némi csetepaté ott a labda körül. Pander. Elmesz. A védelem már verve. Jó átadás. Ráteszi. Hát, ha ez lövés volt, akkor inkább nem folytatom.
nem izgatta magát különösebben a kapus. Szeretne felkerülni, mint gólszerző az eredményjelző táblára. Parker. Ebből lehet valami. Müller. Pander. Ügyes, de milyen ügyes? Ebből a pozícióból érdemes beadni. Jó volt. És a BL a büntetőpontra mutat. Kicsit megtört most a kapus, de ezt nem védhette. Nem, ez nagyon-nagyon jól elvédzett 11-es volt. Már nagy világtornán is volt gólkirály Klose, nem csoda, ha ilyen ütemben termeli a gólokat. Voltak már nehezebb periódusai pályafutásában, de a legfontosabb mérkőzésekre mindig összeszedi magát. Az előszabályt követően támad változatlanul a csapat. Bár az ellenfélnek nem tetszik a döntés, a bíró hajthatatlan és igaza van. Már nem az övék a labda. Becsúszva szerezne a labdát. Onnét már nem esélytelen. Nem jött össze a mozdulat. Ez helyzet lehet. Talán egy pici szerencse hiányzott ahhoz, hogy kiegyenlítsenek. Becsúszik. Balról érkezik a csapattárs. Müller. És nem állnak le. Nagyszerű védőmunka. No, most egy jó kis jó lehetőség. Jól van, jól van. Nagyszerű passz. Itt a lehetőség. Kettő egy. Ez áll az eredményjelzőn az első félidőt követően. Ennyi volt az első félidő, és azt hiszem a szurkolók is a 11-esről fognak beszélgetni a szünetben. Jól mondod, így újra nézve a helyzetet, azt hiszem helyes bírói döntés született. Kíváncsi vagyok, hogyan használja ki a helyzetet a nyerésre álló csapat a második félidőben. Cserejátékos feladata talán az lesz, valahogy hozzásegítse csapatát a győzelemhez. Egyelőre ugye vezetnek. Müller. Most aztán indulhat az ellentáv. Nem volt rossz ez a kontraakció, de a végét nem tudták jól megoldani. Ő Miroslav Klose. Most van egy esély, na ennyit erről a kontratámadásról. Becsúszást látunk. Még ez a bedobás is jó alkalmat kínál a gólszerzésre. Hát ez kipattant róla. Ferdinand. Remek átadás. Müller. Micsoda zicser! Ízlelgessük, szöglet jön. Helyes? Nem azért vezetnek, mert ilyeneket lőnek.
Van Persie. Sikerült megtartani. Az ötlet pedig jó volt. Ebből gól születhet. Rárúgja! Egyelőre pop helyzet ezután a gól után. Akik csak most kezdik el a mérkőzést nézni, azt hiszik békés döntetlen. De mi, akik láttuk az eddigieket, tudjuk, hogy mennyi fordulatot tartogatott ez a mérkőzés, és tartogathat még a jövőben is. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. A labda most már az ellenfél játékosánál. Társra lel, épp jókor. Ez bizony gólhelyzet! Blokkolja! Müller. A korábbi ütközés minden fájdalma érződik mozdulatain. Innen a labda az oldalon túl. Mérkőzés új fordulatot vehet a cserejátékos bevetésével. Ebből ilyen távolságban bármi is lehet. De már tártalan, amit mondtam, mert megállították őket. Ez egy remek passz. Na, ez elakadt. Van Persie. Hogy megindult, szemmel alig tudtam követni. Komoly fejtörést okoz a védőknek a gyorsaságával. Ha labdát kap és meglódul vele, esélyük sincs beérni a gólvonalig. Müller. Talán a lövést fontolgatja? Gyönyörű átadás. Több passz után elakadt a támadás. Rosszul sikerült továbbítás, de tudja ezt a passzoló játékos is. Lássuk, melyik csapat hány százalékban birtokolta a labdát. Ebből már csak az ellenfél fog támadni. Passz, 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 mennek tovább. Vajon mi lesz ebből? Kihagyja! Hát akitől az átadást kapta, nyilván csalódott, hisz elvégezte helyette a munka oroszlán részét, de hiába, a lövés pontatlanra sikeredett. Nem szenzáció, hogy nem született gól, az viszont az lett. Gól lehet! Most beindulnak! Most... Gólhelyzet! Az elsőt védte, de jön-e a második? Hálát rebeghetnek a szurkolók, a csapat tagjai is a kapusnak, hogy nem került hátrányba az együttes. Becsúszással operál a játékos. Óriási! Na mi lesz ebből? Megszerezték a vezetést. Megint milyen ügyes volt. Ez az ember egy kész örök mozgó, és az, amilyen ütemben érkezik. Lesi Puskácsajavából, Pisti. Mindig a legjobbkor ér oda, ahol lennie kell. Ha ezt visszanézi, látni fogja, hogy csak néhány centin múlott a gólján. Evra. A játékos sikeresen lerázta az őrzőjét. Szép átemelés. És túl is járt a védő eszét. És aztán! És egyenlítenek a góllal. Csodálatos egyenlítő gól, továbbra is szoros az eredmény, izgalmas mérkőzés. Rá akarja lőni onnét? Azt is megteheti.
és az ellenfél megszerezte a labdát, a támadásnak ezennel vége. Szenzációs a védelem ebben a kritikus pillanatban is. Ez Zitzel. Megvan a vezető gól a végén, és lehet, hogy ez győztes gól is lesz. Nézd meg, a végén megrázták magukat, és könnyen lehet, hogy győznek is. Nagyon izgalmasan fog alakulni a hátralévő pár perc. Ez a gól szerintem mindkét csapatot meglepte egy picit. Na most nézzék csak a kapufa szerepét, ott pattam be róla. Túljárt a védelem most a támadósor eszén. Ettől a lövéstől nem emelkedett a kapus vérnyomása. Itt egy becsúszás. Onnét akár gólhelyzetbe is kerülhet. Ez be is mehetne. Hát ezt elpackázta, ezen nincs mit szépíteni, igazam van? Abszolút a Pisti. Külsővel rúgni nem a legszerencsésebb, főleg ha így sikerül. A kicsit késve is, de csak előkerült a sárga alatt. A szabálytalanság megtörtént, ezt mindenki láthatta, lépnie kellett a bírónak. A védelem egyik tagjának adta el a lövés. Gyönyörűen folyik lábról lábra a labda. Dolgozik a védelem. És ezzel megvan a végeredmény. 4-3. Ezen a mérkőzésen bebizonyosodott, hogy a futball tényleg az utolsó sípszóig tart. Igen, az utolsó másodpercekben szerezték meg a győzelmet. Ezt tervezni sem lehetett volna, hogy ennél izgalmasabb legyen.